Már 10 éve küzdenek a nyírbátoriak a kisvárost elborító bűz miatt. Egy biogázüzem keseríti meg az ott élők mindennapjait, amely mellett már állattartó telep és fehérje feldolgozó is működik. Déli szélben az egész várost ellepi a szag, amely miatt a közelmúltban egy demonstrációt is szerveztek. Ott több helyi vezető is a támogatásáról biztosította a tiltakozókat. A telep közelében élők azt mondják, hogy nyáron a legrosszabb, mert a penetráns szaghatás miatt szellőzhetni sem tudnak. Ha délül fúj a szél, akkor nem csak a közvetlen szomszédok, hanem egész Nyírbátor érzi a szagokat. Nagyon-nagyon hány ingert okozó bűz van. Ugye amikor ez kiküldik, vagy kijön az a szag, vagy megnyitnak valamit, akkor itt nem csak hogy kicsit érzik, hanem nem lehet se kint, se bent maradni a házat, az totálra le kell légteleníteni. A közelben működő kertészet alapítója azt mondta, hogy már olyan régóta tart a bűz, hogy ahhoz már hozzá is szoktak, de a vásárlóik azonnal kérdeznek, ha kiszállnak az autóikból. Nem is annyira érzékeljük a bűzt, mert ez olyan, mint a vonat zakatolás, hogy hozzászokunk, hanem mikor távolról jön egy vásárló, akkor kiszáll, és mi ez a büdös? Mi ez a büdös? Azt nem értik meg. Mi meg nem érezzük már. A múlt héten szervezett demonstráció egyik szervezője azt mondta, hogy kaptak ígéreteket. Támogatást ígértek az illetékesek az üzemeknek, hogy megszüntessék a szaghatást. Tehát most azt várjuk, hogy ezek az ígéretek, amiket szintén hallottunk a múlt héten a demonstráción, azok most már rébe érjenek, és tényleg hatásos fejlesztések, illetve beruházások történjenek, mert tényleg történtek, azt ugye nem vitatjuk el, csak nem várták, nem jött el a kívánt eredmény. A biogáz üzem vezetőjét stábunk elérte, nem kívánt nyilatkozni. Az ügyben számtalan vizsgálat volt, már büntetést is kaptak az üzemek, de ezek sem értek el eredményt.